ki legyen a következő áldozat. Saci! Saci, az animológia csatornáról. Igen, igen, őt nagyon nem bírom. És mondjuk halljon meg videózás közben. Sziasztok, anime fa... Hát kozott légy! Ha, nem sikerül. Na szóval, sziasztok anime fanok, itt ismét újra az Animológia csatornán! Egy újabb szülinapi videót hoztam el nektek, immáron nem is tudom hanyadikat a héten, második, első, harmadik, nem tudom hanyadik lesz. Szóval a lényeg, hogy hoztam nektek most rengeteg Death Note érdekességet, ugyanis még az első érdemleges anime kritikám a csatornán, az nem más volt, mint a Death Note, és imádom ezt az animét, és rengeteget tudnék róla beszélni, és hát bevallom őszintén, hogy rengetegen kezdő volt még az a videóm, itt, vagy valahol, valamelyik részben, sarokban rá tudtok kattintani, és meg tudjátok nézni a Death Note kritikámat, és hát szóval sokat fejlődtünk azóta, és még mindig van mit elmondani a Death Note-ról, úgyhogy hoztam nektek most 10 darab érdekességet, tényt, vagy nem is tudom, tudtad, de nem tudtad, mindent a Death Note-ról, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, és nézzük meg, és remélem, hogy tudok nektek újat mutatni, mármint azoknak, akik igazi Death Note fanatikusok, mert hát azok ugye mindent tudnak róla, úgyhogy nekik nehéz újat mondani, de remélem lesz benne olyan, úgyhogy vágjunk is bele! Az ős Death Note története. Ugyanis a legelején meggyanúsították a Death Note alkotóit, hogy lopták az ötletet. Mivel a történet már megjelent, vagyis legalábbis visszavezethető, némi hasonlóság egy korábbi művel, Mizuki Shigeru által írt Fushigina Tacheru, a titokzatos jegyzetfüzet című 55 oldalas alkotásával, azonban Tsugumi és Takeshi állítja, hogy nem használták fel Mizuki történetét a Death Note írásakor, de ugye ott is van egy bizonyos füzet, amiben halál hoznak az emberiségre, viszont ugye abban leginkább különbözik, hogy nincsenek benne halálistenek, a kidolgozottsága se olyan, nem lájt van benne, szóval semmi köze a Death Note-hoz, csak maga a füzet, amiben lélhető fel némi hasonlóság. Aki látta a Death Note című animét, az tudja, hogy a második részben a világ minden részéről összegyűlnek a nyomozók, és ugye mindegyik előtt látható egy kis névjegykártya és egy zászlóska országonként egy-egy, ugye arról tanakodva, hogy ki ez a király és hogyan végezzék ki és iktassák ki. Nos, az ott látható nevek valójában focisták ki a megfelelő országokból. Az alma egyik jellegzetessége a Death Note animének, és nem mellesleg az élet szimbóluma, ami később a halál listájával változik, ahogy láthatjuk is az openingbe, valamint az openingbe azt is láthatjuk, hogy Light leharap az almából, tehát beleharap, és kiszakítja, ezzel is szimbolizálva azt, hogy az embereket az életből úgymond kiszakítja. Ryuk egyébként az alma függőjévé válik egy idő után, ugye ő nagyon szereti, mert a halálistenek virágában nem ilyen lédús ez az alma, elvonási tünetein is lesznek, amit ugye meg is játszik, ugye a hiányába. És ez ismételten utalás lehet a halálistenek mi voltára, hogy kiszakítják az embereket az életből, mint lány. Az eredeti adásban, amikor levetítették Japánban, akkor a reklámok után hallható volt egy ilyen harapás hang, ahogy valaki beleharap egy almába, ami egyébként utalás lehet Ryukra és az almára. Viszont a Naomi sokak számára ismerő is lehet, ugye ő volt Ray Pember menyasszonya az eredeti műben, aki feltűnik egy rövid ideig a történetben férje megölése után, azonban eredetileg sokkal több szerepet szántak neki az írók, mert hát egy vagány női karakternek gondolták, egy igazi cool női karakternek, viszont végül mégis csak gyorsan kiírták a sorozatból, mert alábecsülték a következtető képességeit, és féltek, hogy gyorsabban feltárja a nő a döntő fontosságú információkat, amik hatással lehettek volna a történet alakulására. Egyébként Naomi halálakor megjelenik a tél toposza is, ami szintén egy szimbólum a történetben és az elmúlást jelképezi. Annak ellenére, hogy a Death Note-ban nem, a Death Note Another Note, The Los Angeles BB Murder Cases című
könyvben, kis novellában hosszabb szerepet is szánnak ennek a karakternek. Ez egy nagyon rövid kis könyvecske, kis novellácska Los Angeles-i Beyond Birthday gyilkosságairól. Ebben ugye több karakter, Death Note karakter is feltűnik, mint például L, bár ugye látni nem, csak elvileg telefonon hallhatjuk őt. Beyond egyébként szintén abban az árvaházban nevelkedett, mint Near és Melon. Nagyon hasonlít erre, és valamiért a halálistenek szemével született ebben a történetben. Az ő gyilkosságáról szól a történet, és benne van Naomi-val a főszerepben. Ők ketten alkotják konkrétan ennek a sztorinak a velejét, aki egyébként ugye FBI ügynökként próbálja felgöngyöríteni a gyilkosságokat. Tudtátok, hogy a Death Note-nak volt egy próba verziója? Méghozzá a Death Note Pilot című alkotás, amit Oba Tsugumi még a Death Note megjelenése előtt adott ki a Jump magazinban. Az író először ezt írta meg, és adta ki a kezéből, és ettől függött különben a manga jövőjének a sorsa, hogy a milyen sikert fog aratni, de ugye nagy sikert aratott, úgyhogy folytatódott a kiadása. Különben az író és a rajzó egyáltalán nem is találkozott még az első kötet elkészüléséig, vagyis hát ez a pilot elkészüléséig, nem tartották fontosnak. A Death Note pilot történetében különben az egyik legnagyobb csavar is, amit később kiszedtek az eredeti alkotásból, az egy radír volt, amivel ki lehetett törölni a neveket a listából. Viszont így, akik már egyszer megöltek, fel is támadhattak, vagy támadhatóak voltak, de felmerül a kérdés, hogy akkor mi a frásznak ölték meg, ha utána feltámasztják, szóval, de azért érdekes gondolat, és végül kihagyták az eredeti megjelent műből. El valódi neve El Lovelit. Tehát ebben az esetben az L nem a nevének a kezdőbetűje, mint például Near esetében, hanem tényleg csak egyetlen egy betű. Viszont ugye az L nem ejtik ki a japánba, hanem R-nek mondják, így lett magyarosan L a kiejtése, viszont japánba erőnek ejtik L nevét. A történet folyamán L-nek több álneve is volt, az egyik ilyen a Ruizaki, amivel kapcsolatban az az érdekesség, hogy nincs semmi érdekesség, tehát csak nagyjából hasraütésszerűen választotta ezt a nevet, nincs semmi köze ugye a valódi nevéhez, viszont az előző álnevéhez már annál inkább, ami a Ruiga Hideki volt, és annak a módosított alakja. Tehát ennyi az összefüggés a kettő között, valamint ugye a Lovelit, ugye az eredeti neve, a Love Light egyik átdolgozása, ami kevés fényt jelent. Ezzel is szerintem ki akarták hangsúlyozni L és Light között az ellentéteket és a különbséget. Light nevének ugye a jelentése az, hogy fény, ezt sokan tudjátok már szerintem, és azért is kimondottan találó, hiszen fényt hozott az emberek életébe azzal, hogy elkezdte kiirtani a gonoszságot. Szerintem ez kimondottan találó, plusz ugye nappal a sötét sikátorokban a nap fénye ad némi világosságot, míg éjjel a hold fénye nyújt egy kis világosságot, fényt az éjszakába. És ugye az is különlegesség, hogy Light a hold írás jelével írja a nevét, ami szintén utalás ugye a fényre, az éjszakai fényre. Egyébként nagyon vicces, de Yagami Light nevénél ugye olvasva, ugye a vezeték neve Yagami, és ha visszafele nézzük, akkor Imagai, amit hogyha nagyon bele akarunk magyarázni, akkor lehetne I am a guy, ami ugye azt jelenti angolul, hogy meleg vagyok, szóval plusz info. A Death Note története rettenetesen felkapott lett, és nem is meglepő, hogy más animékben is fel-fel csillan El vagy Light. Ilyen például a Fullmetal Panic The Second Raid, aminek az egyik jelenetében körülbelül egy másodpercig, de feltűnik El a Death Note-ból. Vagy ilyen például a Desperate, ahol Light tűnhet fel, vagyis hát magyarázhatjuk bele az egyik szereplőbe, hogy ő Light. Nagyon sok gyilkosságot, halálesetet és botrány kapcsolnak össze a Death Note mangájával, illetve hát az animével is, és ezeknek ugye már hallhattátok azt, hogy manga gyilkosságok, szóval ez erről lett némiképp elnevezve, ezekről a különleges gyilkosságokról. Az egyik ilyen és talán a legkirívóbb eset az Belgiumban történt 2007-ben, amikor is egy azonosíthatatlan fehér férfi maradmányai mellett két cetlit találtak rajta, Watashi wa Kira desu felirattal, ami ugye azt jelenti, hogy én vagyok Kira, és innen is eredeztetik a manga gyilkosságok kifejezését. De ezen kívül is voltak még furcsa esetek, egybeesések, mint például 2005-ben Shenyangban betiltották a Death Note kiadását, mert sok diák kitalálta, hogy a halál listára hasonlító füzetbe írja az ellenségeinek a nevét
kisgyerekeknek. Ebből óriási nagy botrány lett, és ki is tiltották az iskolából egy jó időre ezeket a gyerekeket. Egyébként ehhez a kínaihoz hasonló betiltás, tehát ugye egész Kínában betiltották az animét, nem egy egyedülálló eset, ugyanis Virginiában egy diákot emiatt függesztettek fel, akárcsak Alabamában, illetve Észak-Kaliforniában szintén koboztak már el a halállistához hasonló füzetet a diákoktól, és hát sok probléma adódott ebből, de igazából kitiltani maximum csak Kínából tiltották ki teljes mértékben. Az életre és a halálra több egyértelmű utalás is van az animében, emellett bibliai utalások is még sokkal, de sokkal egyértelművek is találhatóak benne. Mint például, hogy bibliai történeteket emelnek ki és tettek bele az egyes részekbe. Az egyik ilyen például, amikor Jézus, akit elalakít, megmossa az áruló Júdás Light lábát, és Jézus nem sokkal ezután meghal, ugye ezt láthatjuk el halála környékén, ahogy ez megtörténik, ez is egy bibliai utalás, valamint az a szám is egy bibliai utalás, a Kyrie Eleison, ugye az Uram irgalmaz című szám, ami egy katolikus ének. Valamint ha már egyértelmű utalásokról beszélünk, ott van a piros és a kék haj, ami hát egyértelmű, hogy mire utal, ugye a különbségekre és két komplementer szín, valamint ugye a piros forradalmárok és a vér színe, a kék pedig a realitásoké, vagyis a realistáké inkább, szóval ezzel is próbálják a kettőjük közti különbséget kihangsúlyozni. Az L által használt L betű típusa Old English Text MT. Ha jól megfigyelitek, az openingben fellépben egy kicsit L-nek a felsője, és látható, hogy pillangós öve van. Mindenki tudja, hogy L nagyon szereti a hasát, és főleg csak cukrot eszik, és feltehetitek a kérdést, hogy még nem hízott el? Hát valószínűleg azért, mert semmi más nem eszik ezen kívül. Végül, de nem utolsó sorban, a Death Note eredeti címe nem ez volt, hanem Desu Noto, csak később vált Death Note-tá. Ennyi lett volna mára a szülinapi Death Note érdekességes, visszatekintős videónk. Remélem mindenkinek azért tudtam legalább egy érdekes vagy nem ismert dolgot mondani. Írjátok le kommentbe, hogy mi volt érdekes, mi volt nem, mit tudtatok már, mit nem tudtatok, illetve mi az, amit még tudtok, mert hát szerintem még sokkal több érdekesség van ezeken is kívül, úgyhogy irány a komment szekció, mert én nagyon kíváncsi vagyok rá, és sok Death Note fan van, úgyhogy mindenki kíváncsi rá. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképp nyom rá egy lájkot, iratkozz fel az Animológia csatornájára, illetve látogass az Animológia Facebook oldalára is. Én köszönöm a figyelmet, nézzetek sok animét, jó Death Note-ozást, és sziasztok! Mina Psycho Arigato! Kawaii!